Üdvözlöm a kedves nézőket, Fejős Ádám vagyok. Összességében egy élettanilag kedvező hatású hidegfrontot mutatok önöknek, ami el is éri ma a Kárpát-medencét, és mögötte jó pár fokkal csökken a hőmérséklet, de ezt elsősorban péntektől kezdve érzékelhetjük, ugyanis ma még tovább fokozódik a front érkezése előtt a hőség, de nem lesz annyira meleg, mint Nyugat-Európában, a brit szigetek környékén is elérheti a csúcsérték a 35 fokot, ami arrafelé kifejezetten extrémnek számít ilyenkor, de Franciaországban ennél is melegebb lehet, a 40 fokot is meghaladhatják a csúcsértékek. Idehaza nem szeretném önöket ilyen számokkal riogatni, csupán 36 fok lehet az Alföldön, de ez is mindenképpen extrém hőterhelést jelent a szervezetnek. Keressék az árnyékos helyeket, főként a kora délutáni órákban, amikor északnyugat felől már megvastagszik átmenetileg a felhőzet, és záporok, zivatarok elsősorban északkeleten, keleten lehetnek, illetve a Dunántúl nyugati, délnyugati részein is eleredhet ma az intenzív záporeső, akár dörgéssel, illetve villámlással kísérve. Az északi, illetve a keleti tájakon, országhatárainkon kívül, tehát a felvidéken és az erdélyi területeken egy pár fokkal frissebb lehet a levegő. Ma napközben 30 fok alatti csúcsértékekre lehet ott készülni. A folytatásban aztán Magyarország szerte is ez lesz a helyzet. Egyértelműen megérkezik az 5-6 fokos felfrissülés a hidegfront mögött, és ebben a levegőben már gyakorlatilag a nedvesség jelentősen csökken, így a záporok, zivatarok kialakulási esélye is csökken, de vasárnap és hétfőn, ahogy véget ér a június és elkezdődik a július, úgy ismét kapunk egy kánikulát, úgyhogy ha féltették volna a nyarat, akkor ne tegyék. Július 1-én 32 és 36 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani. Felhőtlen időtöltést, viszontlátásra!